meditációhoz megfelelő testtartás vagy ászana a következő. A legjobb a lótuszülés. Egy kicsit szűk hozzá nadrágom, de azért megmutatom, behúzod a bal lábadat, és ide fölhúzod a jobbat. Egy kicsit rosszabb a törökülés. A lótusz a legjobb, ez a padmászana, de ha törökülésben ülsz, az is megfelelő. Jó, ha valami olyan meditációs párnára ülsz, amin így tudod mozgatni egy kicsit, hogy kényelmes legyen. Megmutatom ezt megfelelően, és utána megmutatom ülve, mert az európai ember általában szépen ül. Akkor ülsz egyenesen, ha egy kicsit itt bebillented. Érzed azt, hogy se elő, se hátul nincs, hanem körülbelül középen. A vállaiddal csinálsz egy várközlést hátra, és ott engeded le őket. A két tenyeredet elhelyezed a térdeden. Egy picit még főleg a nő vagy az álladat is behúzhatod, mert azt hajlamosak vagyunk előre tolni. A kezeiddel pedig a chin mudrát tartod, lehet így, de még jobb, ha a tudatosság mudráját használod, azt pedig vagy így, vagy pedig így. Az a lényeg, hogy a két ujjad összeérjen. Ha kényelmes és azt szeretnéd, hogy semmiképp ne engedjék el egymást, akkor alá teheted. A másik három ujjad nem így áll össze-vissza, sokan azt gondolják, hogy ennek a három ujjnak nincs dolga. Mindennek jelentősége van. Ez a három ujjad egyenesen van. Az a legjobb, ha így ülsz. Tehát ha konkrétan a térdeden van a két kezed, így ülsz a lehetőleg egyenesebben. Ha még a hipofízist is szeretnéd rezegtetni, akkor még tudatosabb akarsz lenni és még jobban akarsz fejlődni, akkor úgyis zársz még egy magnetikus áramkört, ha a nyelvedet felteszed a szájpadlásodra a lágy és a kemény rész határára. De ide nagyon föl. Ha az nem megy, megpróbálhatod a fogakhoz lehetőleg fölülre. Jó, ez a lehető legjobb módja annak, hogy bármilyen légzésgyakorlatot, mantrát vagy meditációt elvégez, mert így áramlanak megfelelően az energiák. Egy ilyen párnával szépen tudod magad igazítani, és nem nagyon kemény. Az európai ember általában széken ül. Annak is megvan a módja. Ez a mai kriya ülés. Amikor körülbelül derék szöget zár be a combod és az alsó lábszárad, és a két lábfejed összeér. Ha kényelmes, egyedül itt keresztbe teheted a két lábadat bokánál. De talán jobban meg tudod tartani ezt az ülést, ha egyszerűen csak összeérnek a lábfejeid, és itt is ugyanazt elvégzed. Úgy ülsz a széken, hogy figyelek közben, hogy ezt nem erjem le. Úgy ülsz a széken, hogy hátra húzod a válladat. Egy kicsit behúzod, hogy egyenes legyen, a nyakadat is ahhoz igazítod. A fejed se lent, se föl, hanem nagyjából előre. Itt nem tudod annyira előre tenni a kezeidet, hanem általában itt a combtő környékén pihen, ugyanúgy csimmodrában. A nyelvedre pedig ugyanaz érvényes. Itt azt figyelheted meg, hogy a hasizmod egy kicsit megfeszül. De nem áll be görcsösre, de nem az a nagyon laza testtartás, ugyanis a meditációnak a célja a fejlődés és a tudatosság erősítése, nem pedig a relaxáció. Ha ezt a testtartást tartod, az azért is nagyon jó, mert nem csak, hogy megfelelően áramlanak az energiáid, hanem ahhoz, hogy ezt tarts, érben kell maradnod. Tehát ez segít abban, hogy ne aludjál el. És jobb a meditáció közben nem alszol el, hanem meditatív állapotban vagy, mert ez segíti a tudatosításod.